Nyíregyházán augusztus 20-án a Kossuth téren az este 10 órakor kezdődő tűzi előtt a népzenéjé lesz a főszerep, a Lakatos Mónika folk trió után a bürkös zenekarat koncertet. Szent István napján lovaskocsizással indítják a napot Záhonyban. Imár kilencedik alkalommal rendezik meg a Záhonyi Néptánc Fesztivált, amelyre a határmenti országokból is érkeznek táncosok és zenészek. Máté Szalkán a Szent Péteri Zsigmond Művelődési Központ és Színház Szalkai László termében az új kenyér megszentelése és megáldása után a Napfonat ad koncertet az államalapítás ünnepén. Vásáros Naményban este 7 órától az István a király című rokoperából láthatnak keresztmetszetet a nézők a művelődési házban. István szerepében Horváth Viktort, Koppány szerepében pedig Mészáros Árpád Zsoltot láthatja majd a közönség. Penyigén a 20. Szenkaparti nagyvásár keretén belül ugyancsak ezen a napon a Balkán fanatik, Bódi Guzti és Margó, valamint a Delta együttes szórakoztatja majd az ünneplőket. Nagykállóban a Kálai kettős téren 17 órától kezdődnek az ünnepi programok, itt is este 10 órától kezdődik a tűzijáték, amely előtt a Mandala Dalszínház Hiszek egy hazában című zenés történelmi játékát, valamint a Polip Band retro koncertjét élvezheti a közönség. A Várbegye több településén is szombaton tartanak nagyszabású rendezvényt, így Tiszavasváriban is, ahol a találkozások háza előtti téren augusztus 19-én szombaton a kenyérszentelést és az önkormányzati kitüntetések átadását követően a Zanzibár ad ingyenes koncertet. Nyírbátorban augusztus 19-én egész programkínálattal várják haza a született nyírbátoriakat, az elszármazottak találkozójára, a napot a nyírbátori zenészek koncertjei zárják. Szatmárcsekén idén, 23. alkalommal szervezik meg augusztus 19-én a Nemzetközi Szilva-Lekvár fesztivált. A rendezvény sztárfellépője a Csík zenekar lesz. Ugyanezen a napon tartják gáva előn a Krumpli fesztivált, ahol 20 órától az Ergó lép színpadra. Új fehér a városi piac terén tartják a kétnapos Szent István napi sokadalmat motoros és lovas felvonulással, valamint színes zenei programokkal. Így 19-én szombaton a rockzene kedvelőit a radar és a piramis zenekar szórakoztatja, augusztus 20-án pedig a sokadalom résztvevőit Márió a harmonikás, Janicsák Veca, valamint Körtisz zenés produkciója fogadja majd. Ugyancsak két napos rendezvényt szerveznek Kisvárdán, ahol 19-én az Együtt a Család elnevezésű programmal, főként a családoknak kedveznek a Várszínház parkjában, valamint a Flórián téren. Másnap pedig a város dísztermében tartják a kenyerszentelést és a városi kitüntetések átadását. Ibrányban is több napon át tart a Szent István napi programsorozat, a szombati nap sztár fellépője az Edda zenekar lesz, vasárnap pedig főként hagyományőrző programokkal készülnek.